A film címe ugye a Genezis, és azért választottam ezt a filmcímet, mert hogy a Teremtés könyvében épp úgy jelen van a gonosz, a rossz, mint ahogy a jó is. Mit keresel? Apa bukós isakját. Ricsike? Három történeten keresztül vizsgálom a 2008-2009-ben történt roma sorozatgyilkosságot. Arra vagyok kíváncsi a három történetben, hogy egyénekre milyen hatást gyakorol egy ilyen tragédia. Mert a régi történeteket sajnos módon mindig újra tudjuk mesélni. Nem attól, hogy valami régi, attól még mindig jelen való. Tehát ahogy a gonosz is változatlanul sajnos egy jelenvaló dolog, ahogy az az emberi akarás is, hogy felkelni a rosszból és a reménynek helyt adni, és reménykedni a jóban is, jónak lenni. A remény, tehát hogy a három szereplőm az nem marad meg ebben a rossz, tehát a gonosz gerjesztette sötétben, hanem ki akar belőle mászni. Tehát a teremtés lényege az, hogy mindig lépjünk tovább, és mindig akarjuk megváltoztatni az életünket. Ez a történet nem lokalizálható. Nem arról akartam beszélni, hogy most Magyarországon mi van. Nem vagyok se politikus, se társadalomtudós. Ez a jelenség, ez nem ránk vonatkozik csak. Ez épp úgy a tietek, a ti problémátok, mint hogy minden egyéb nemzetiségű vagy országnak a problémája. Tehát ezt nem lehet csak Magyarországra ráhúzni, ezt a rossz viszonyt. Minden ország, bocsánat, egy picit azt hiszem, hogy kiválasztok. Minden országnak újra meg kell tanulnia szerintem azt, hogy felépíteni újra ezeket a morális erkölcsi tűzfalait.